Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Most már lassan az idő úgy néz ki, hogy oda pörgött, lassan megkezdhetjük ma délutáni beszélgetésünket, és hát örömömre szolgál, hogy ilyen nagy számban lehettünk itt. És akkor még egyszer mindenkit köszöntök a Szapienci Erdély Magyar Tudomány Egyetem Csíkszeredai Karra, valamint a magam nevében is. Nyilván, hogy örülünk, hogy az eseményre ilyen szép számban jelentkeztek, és hát különösen oktatók, de ugyanakkor hallgatók, szülők is itt vannak köztünk, őket is nagy szeretettel köszöntjük. Külön köszöntöm a bejelentkezett iskola igazgatóurakat és hölgyeket, a Románia Magyar Pedagógus Szövetség képviselőit, és hát nem utolsó sorban látom, hogy Harlita megye főtanfelügyelője is itt van velünk, hogy a külön őt is köszöntöm. Most az online tér adta lehetőségeknek köszönhetően igazából a földrajzi határok is leszűkültek. Mondhatnám, hogy áldását is élvezzük, és ennek a kényszernek nem csak a hátrányait. Így együtt lehetünk Szegedtől, szegediekit köszöntöm, a Szegedi Egyetemről bejelentkezett kollégát, Kolozsváron, Maros-Hévízen, hát egészen Sepsiszentgyörgyig. Amint tapasztaltuk, bő egy hónappal ezelőtt jelentkezett járványügyi helyzet megkövetelte tőlünk azt, hogy beszüntessük intézményeinkben a kontaktórák megtartását. Így valójában az oktatás elkerült az online térbe. Ez az új közeg rendkívül sok kihívással állította szembe az intézményeket, az oktatókat, a hallgatókat, a tanulókat és a szülőket egyaránt. Ezeknek egyrészt sikerült jól megfelelni, egyrészt viszont kevésbé, ezt is be kell ismerni. És amikor egy hónappal az első online órák megtartása után meghirdettük ezt az eseményt, valójában nem egy előadást képzeltünk el, magas szintű tudományos transfert, hanem valójában azon volt a már egy hónapja gyakorlatban jól bevált tapasztalatokat szeretnénk megosztani a hallgatósággal, kollégákkal, oktatókkal, amelyek segíthetik az e-learning tevékenységet is. Amit látták előzetes tervezetünkben, felsoroltuk azokat a platformokat, applikációkat, szoftvereket, amelyekről beszélni szeretnénk, azonban az időkorlát miatt megtörténhet az is, hogy egyik vagy másik kimarad, ezért elnézést kérünk. Az előadás menetével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, azokat kiküldtük levélben, ismertettük, hogy kérjük, ahhoz tartsák magukat, leginkább a mikrofon kikapcsolása az lenne az egyik fontos, mert hogy nagyon sokszor bezúgás következik, hogyha egyszerre több mikrofon is megjelenik bekapcsolt állapotban. Na és akkor nem szeretném szaporítani különösebben a szót, hanem hát bemutatnám ma esti beszélgető társaimat, akik vállalták a feladatot, és megpróbálják önökkel megosztani azt a feladatot, amit ők is ez idő alatt megszereztek. Mindenképpen köszönteném itt köztünk az egyetem rektorhelyettesét, Mara Gyöngyvér docens kollégánkat. Üdvözlöm! Tiszteltek, köszöntöm én is. Köszöntelek a Levente, köszöntöm a kerekasztal résztvevőit és minden érdeklődőt, aki ma itt van körünkben. Nagy számban vannak a egyetemi oktató kollégáink is. Nagy öröm számomra, hogy itt a mai alkalommal egy pár olyan, hát azt gondolom, hogy egy pár hasznos tanácsot, vagy pár hasznos tapasztalatot oszthatunk meg olyan programok tekintetében, amelyek egy kicsit ma kiegészítik azt az űrt, amit szerintem a nonverbális kommunikáció hiánya hagy jelenleg az oktatási rendszerünkben. Köszönöm. Hát nyilván a karunk vezetője, Lázár Ede docens úr is itt van közöttünk, és hát őt is nagy szeretettel köszönjük, hogy elvállalta, hogy részt vesz itt az eseményen. Üdvözlök én is mindenkit! Következő kolléga, aki újból igazából kolléganő, Nisztor Laura, szintén vállalta azt, hogy bizonyos szoftverek bemutatását és összehasonlítását fogja itt elvégezni. Őt is köszöntjük.
Jó napot kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, és remélhetőleg akkor egy gyümölcsöző délutánnak nézünk elébe. Táncos Levente kolléga szintén szívesen vállalta a feladatot, hogy itt lesz, és egy-két olyan szakmai technikát fog megosztani, ami remélhetőleg hasznos lesz itt mindenkinek, őt is köszöntjük. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és én is remélem, hogy hasznos lesz az, amit itt meg tudunk osztani egymással. És hát természetesen nem hagyhattuk ki a diákokat, egy kommunikáció PR szakos hallgató szintén majd fog beszélni az ő saját tapasztalatairól, Vizi Rékát is köszöntjük majd délutánon. Szép napot kívánok mindenkinek, és örülök, hogy itt lehetek. Na hát akkor nagyjából úgy néz ki, ezt a feladatot is elvégeztem. Magam bemutatása, Pap Levente vagyok, az egyetem dékánhelyettese, gondolom már azért többen ismernek, úgyhogy mindenkit szeretettel köszöntök. És akkor nézzük a beszélgetésünk fonalát, talán kezdjük azzal, hogy megkérdezném a kar vezetőit, a dékán urat, hogy hogyan is indult be, milyen tapasztalatok voltak erről, mondhatnám hirtelen ránk zúdult új lehetőségről, vagy kényszerről. Erről kérdeném, hogy ha lehet, akkor egy pár szóban beszéljen. Köszönöm szépen. Hát innen az egyetem épületéből jelentkeztem be, mert az otthoni sávszélességet a gyerekeknek hagytam, illetve ha nem hagytam volna, akkor is elvették volna. Ami úgy jelzi az egyik potenciális veszélyét, vagy problémáját ennek az oktatási módnak. Hát röviden arról, hogy milyen rendszert és hogyan vezettük be, de előtt előjáróban elmondom, hogy ez a rendkívüli helyzet, ez szinte kivétel nélkül a legjobbat hozta ki a kollégákból és a hallgatókból egyaránt. Beláttuk, hogy proaktív hozzáállásra van szükség, hát ahhoz, hogy megmentsük ezt az épp, hogy elkezdődött fél évet, ne kelljen valamiféle halasztásra hagyatkozni és görgetni magunk előtt hólabdaszerűen az újabb és újabb problémákat. Hát természetesen még sok nyitott kérdés van a rendszerrel kapcsolatosan, lásd a számunkérés, és még sorolhatnám, és ezért is vagyunk itt, hogy ezekről is beszéljünk. Tehát a rendszer, amit mi bevezettünk, az a Google-nek a Google Classroom. Én úgy hiszem, hogy nem csak az egyetemünkön, hanem sokak által ismert rendszer, kombinálva ezzel a kommunikációs felülettel, a Google Meet-tel. A tanintézmények számára ez a két rendszer ez ingyenes, tehát csak regisztrációhoz kötött. Mi egy viszonylag régebbi ügyfelei voltunk a Google-nek, mivel a webszerverünk is a Google-nél található, úgyhogy egyik szempont ez is volt, ami miatt végül ez a rendszer mellett tettük le a voksunkat. Hát ha jól emlékszem, ugye bő egy hónapja kezdtünk, a március 16-án volt a próba hétfőn, a próba üzemmód, kedden már élesbe ment az oktatás. Azelőtt csütörtökön kezdtünk el erről beszélgetni, megtesztelni a különböző rendszereket. Hát itt a csoportos döntéshozata minden szépsége és hátránya is előjött, de azért úgy látszik, hogy előnyei is voltak, mert végül hát egy hónap után is úgy hiszem, hogy sikerült a legjobbat megtalálni. Nagy volt a kényszerítő erő számunkra, mert hogy felsőoktatási intézmény lévén, sőt Romániában ugye magánegyetemnek minősülünk, hát a hallgatóinknak valamit nyújtani kell. Ez stratégiai kérdés, ha azt akarjuk, hogy megmaradjanak, hogy legyenek hallgatóink. Úgyhogy ez indokolta mindenképp, hogy lépjünk minél hamarabb. További alapelvek voltak, hogy és már az elején ez elég élesen látszott, és szerencsére kitartottunk amellett, hogy ez a rendszer ez legyen egységes és kötelező, úgymond kötelező érvényű. Noha mi azért kényesek vagyunk az egyetemi önállóságra, meg azon belül az oktatói autonómiánkra.
De a hallgatók számára az mindenképp indokolt volt, hogy egy egységes rendszer legyen, ne kelljen kószálniuk a különböző alkalmazások között. További szempont volt a kompatibilitás a jelenlegi rendszereinkkel. Ez itt elsősorban a már említett ugye webszerver, tehát nagyon hamar tudtunk a hallgatók számára gmailes levélcímeket, e-mail címeket létrehozni, user accountokat, és a Google Drive is használatban volt többé-kevésbé. És ezt látjuk azóta is, hogy például a Google Classroom, ugye meg a Google Drive gyakorlatilag átjárás van közöttük, hogyha Classroom-ba éppen nem sikerül közzétenni valamit, arra rá tudunk erősíteni a Drive-on, vagy éppen ezt ellenőrizni tudjuk. Nagy volt a Facebook, illetve a Messengernek a kísértése, hogy úgy mondjam, de annak is megvan az előnye, hogy tőlük, tehát egy önálló rendszer legyen. Ne keveredjen lehetőleg a más kommunikációs csatornákkal. Valamennyi szaknak és évfolyamnak vannak saját Facebook csoportjai, tehát ezért is gondoltuk, hogy hogy felhasználhatjuk azokat. Hát az jó így, hogy megmaradt a diákoknak, és ez egy, mondhatnám, marketing szempontból is fontos az, hogy egy külön dedikált rendszer a rendszeren keresztül menjen az oktatás. No és nem utolsó sorban a management kontrollnak a lehetősége. Ugye ilyen változások, jelentős változások időszakában, hát az fontos, hogy valamilyen rálátásunk legyen arra, hogy mennyire sikerül megvalósítani az elképzeléseinket. Hát az informatikusaink admin jogosultsággal ki tudják listázni a Google Meet-en lefolytatott beszélgetéseket, órákat. Gyakorlatilag látjuk a hallgatókat, összetudtuk vetni két hét után a hallgatói jelenlétet, a ténylegesen beiratkozott számákkal, sőt, kilistáztuk azokat, akik nem tudtak két hét alatt bejelentkezni, és ez tizenvalahány diák volt összesen. Őket külön rátelefonáltunk, hogy mi a probléma, tudnak-e csatlakozni, hogyan tudnánk segíteni. Hát kiderült, hogy ők is tudnak csatlakozni, csak egyéb nyomós okaik voltak arra, hogy ne vegyenek részt az órákon. Na hát ez a folyamatot mondjuk GDPR perspektívából nem vizsgáltuk annyira meg, de az azért nagy eredmény és nagy elégtétel volt, hogy és mindenképp meglepő, hogy infrastruktúrális szempontból úgy állunk, hogy a hallgatóink 100%-ban képesek rácsatlakozni. Ha nem mással, akkor mobiltelefonnal, de összességében elmondhatjuk, hogy nagyobb az órai jelenlét, mint a kontaktórák során. Hát még mit emelnék ki igazából, hogy ne csak intézményvezetői perspektívából nézem, hanem didaktikai tanulságokat is leszűrjek. Hát nekem biztos nem lesz személyes kedvencem az e-learning. Eddig csak ilyen elvi vitákat folytattunk információ menedzsment órán a hallgatókkal, látván, hogy hány üzletágban, iparágban milyen jelentős stratégiai változásokat okozott az internetnek az alkalmazása, gyakorlatilag a üzleti modelleket átírta. Úgy látom, hogy az oktatásban ez nem lesz. Tehát az oktatásnak egy speciális szegmense fog maradni véleményem szerint. Egyszerűen az nagy mértékben hiányzik, hogy hát metakommunikációs visszajelzések, feedbackek, vagy bármilyen feedbackek
alapján, hogy pontosabban be tudnám határolni, hogy hol van az a középút, ami egy jó tanulónak még nem unalmas, de egy gyenge tanulónak már érthető. Tehát gyakorlatilag, ha órát tartok, persze mindannyian rákérdezünk, megvan az a 3-4 diák, és általában mindig ugyanaz a 3-4 diák, aki visszajelez, de hát ez kevés ahhoz, hogy az előbbi céljaimat elérjem. Szóval, ha eddig azt hittem, hogy az ilyen 70-80 fős nagy előadások a lehető legrosszabbak, hát most már látom, hogy van rosszabb, és ugyanezt e-learningben lefolytatni. Na, de hát keressük a megoldásokat erre is. Biztosan az, hogy több projektjellegű, több feladatot adni, kisebb létszámú előadásokat gyakorlatilag előlépnek szemináriumokká, és ott egy ilyen interaktívabb kapcsolatot tartunk. Megjegyzem, és elnézést, ezt így nem említettem az előbb a Google Classroom-nál, tehát a Classroom-nál is nyilván feladatokat visszakapjuk, de itt a Meet-en is lehetőség van ugye a hallgatóknak is prezentálni, tehát látom a képernyőjüket, már amennyiben van képernyőjük. További nagy kérdés a számomkérés, de erről majd beszéljünk a későbbiekben együtt, és ezt nem én szeretném felvezetni. Köszönöm szépen. Köszönjük, dékán úr, akkor hát nyilván ez egy komoly kihívás, amit már korábban is mondtam, de kihívás az egyetemi adminisztrációnak, az egyetem vezetésnek, de ugyanakkor kihívás a diákoknak is. És akkor hát itt van köztünk egy hallgatónk, és nyilván most őt szólítanám, és azt kérdezném meg, hogy ez az új helyzet, ami valójában őket is valamilyen szinten váratlanul érintette, ez az új helyzet, ez hogyan élik meg? Melyek a tapasztalataik? Mi az, amit esetleg elmondana nekünk? Nagyon szépen köszönöm. Én igazából úgy elején gondolkodtam, hogy hogyan oszthatnám meg a tapasztalataimat, mert igazából így fázisokra tudnám osztani az egészet, mivel ugye amikor ezt megtudtuk, hogy online oktatás lesz, akkor mindenki le volt döbbenve, hogy hát ezt hogy szeretnék megoldani, mégis hogy képzelik, hát az úgyse olyan, mint a rendes óra, és hogy lesz ugye a számonkérés, egyáltalán egy csomó prezentációnk van, ezeket hogyan fogjuk megoldani. Aztán ugye egy ilyen keddi nap volt, amikor elkezdött ténylegesen, és akkor így látszott, hogy tényleg nem olyan, össze sem lehet hasonlítani a kontaktórákkal, viszont meg lehet oldani. De szükség volt arra, hogy mind a két fél rugalmasan alkalmazkodjon, meg kellett szokjuk, mit lehet, mit nem lehet, ki kellett alakuljon egy ilyen órai etikett, hogy oké, hogy otthon vagyok, de ez még nem azt jelenti, hogy itt elmegyek, és éppen végzem a házi munkát, hanem igenis ez egy óra, és én most egyetemen kellene lennem, ugyanúgy oda kellett tennem magam. Tényleg fázisok voltak, mert eleinte, nem érdekel, úgyse fog sokáig tartani, ez ilyen 2-3 nap. Akkor utána egyre nyilvánvaló, hogy hát igen, ez most így fog menni, jönnek a hírek is. És szépen eljutottunk egy olyan pontra, hogy mindenki beletörődött, és így a szaktársaim tapasztalataiból is tudom mondani, hogy szerintem egy egész jó kis interaktív óra keret alakult ki, mindenki igyekszik becsatlakozni. Én azt vettem észre, hogy nagyon sokan voltak olyanok, akik nálunk például dolgoznak másodállásban, vagy hasonlók, és ők is részt tudnak venni az órákon, és igyekszik mindenki, hogy megmutassa, hogy ő igenis ott van, hogy nem csak az van, mert ugye nem mindenki tud kamerát kapcsolni, és akkor azt is hihetnénk, hogy hát nincs is jelen, csak bekapcsolta, hogy higgyük azt, hogy hát itt van. Igen.
De ugye ezt a diák is meggondolja, és bizonyítanunk kell, hogy mi igenis itt vagyunk, és akkor mindenki inkább odafigyel, mert nem elég, ugye, mint egy kontaktórán, hogy a tanár ó látja, hogy itt vagyok, hanem itt bizonyítani kell, itt hozzászólást kell írni, bele kell szólni, és éppen ezért szerintem, legalábbis így magamról beszélve, sokkal jobban figyelek. Vagy igenis valamit hozzá tudjak adni az az órához, hogy a tanár is lássa, hogy én igenis ott vagyok. Mikor megtudtam, hogy beszélnem kell itt önök előtt, akkor úgy voltam vele, hogy hát én nem tudom, mit mondhatnék, vagy nekem csak egy nézőpontom van, ezért beszéltem a körülöttem élő szapienciás diákokkal és a szaktársaimmal, hogy nekik mi a véleményük. Összességében, amit mondhatok, az az, hogy mindenki ezt mondja, hogy hiányzik az, hogy ott legyünk helyben, mert egy online órában nem fér annyi minden bele, mint egy személyes órában. Az, hogy én is elmondjam, amit akarok, a tanár is elmondja, amit akar, a szaktársam is elmondja, amit szeretne, hogy mindenki meg tudjon hallgatni mindenkit, ez sokkal több időt vett igénybe. Tehát ez egy körülbelül ilyen minden órához egy 20 percet hozzá kellene tenni. Viszont például kiemelném nálunk az informatika órákat, ahol úgy működnek a feladatmegoldások, hogy mindenki megosztja a képernyőjét, és így a tanár is látja, hogy ki mennyire áll, hogyan halad, érti, nem érti, és ugyanúgy el tudja magyarázni újra. Ez egy nagyon nagy pozitívum, mert esetleg a kontaktórákon nem mindig van ilyen lehetőség. És így jobban megértjük. Ugyanez a helyzet szerintem nagyjából a többi órával is, hogy sokszor így vagyunk távon kérve, hogy oké, akkor most oszd csak meg a képernyődet, hogy te csinálod-e? Vagy hogy te mire jutottál a munkáddal, és ez így nagyon-nagyon vagány, mert igyekszik mindenki, hogy hát lássák, hogy dolgozott, és arra is, hogy lenyűgözze a tanárt, hogy igenis újat tud alkotni. Nagyon vagányak így a prezentációk, mert ugye nem látjuk az embert, aki prezentál, csak azt, amit mutat, és sokkal jobban figyelünk. Tehát abszolút egy más feelingje van az egésznek. Hiányzik, tény, hogy hiányzik, viszont, és összesen lehet hasonlítani teljesen az online oktatás, nem egyenértékű a kontaktórákkal, és nem is azért jött létre, hogy az teljesen helyettesítse, hanem ez egy áthidaló megoldás, hiszen egy krízis helyzetben vagyunk, ami még nem fordult elő. És semmi sem olyan, mint az eddig életünk, így nyilván az oktatás sem. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Hát Réka, mi köszönjük, hogy itt megosztott a gondolatait. Azt kell mondanom, hogy már igazából rendkívül sok ötletet mondhatnám, hogy megosztott velünk, már is tanultunk a diákoktól, és hát örülünk annak, hogy tényleg a még közvéleménykutatást is végzett, és a diákok akár ilyen jól, pozitívan állnak hozzá ehhez az újonnan kialakult helyzethez, úgyhogy mindenképpen köszönjük. A következőben rektorhelyettes asszonyt kérném meg, hogy egy-két tapasztalatot osszon meg, hiszen ismereteim szerint, ismeretem pedig úgy tudom, hogy elég alapos, hiszen már egy jó pár éve együtt koptatjuk ugyanannak az irodának a padlóját. A rektorhelyettes az, hogy azért már mondhatnám, mintha előre érezte volna bizonyos szoftvereket, azért már a kontaktórákon is bevetett, úgyhogy megkérném tapasztalatairól beszélni. Köszönöm szépen, Levente. Az az igazság, hogy egy kicsit most itt a Réka beszámolója alapján elbizonytalanodtam, mert ugye azt éreztem, hogy az, hogyha csak egy prezentációt lát a hallgató, az neki jobb. Tehát, hogy a tanár személye annyira nem is hiányzik, ami pedig az én hitem volt, hogy azért a tanár személye sokat hozzá tud adni az órához, és én pontosan ezt az űrt szerettem volna kitölteni azzal, hogy egy néhány applikáció segítségét is bevonom gyakorlatilag ebbe az online oktatásba. Én most elindítom a prezentációt, és egy pár ilyen alkalmazást szeretnék bemutatni. Ebből valóban van olyan, amit már régebb óta használok, van olyan is, amit most fedeztem fel, van olyan is, amit igazából a doktoranduszaimnak, azoknak, akik a laborgyakorlatot tartják, az előadáshoz tartozó laborgyakorlatot, nekik javasoltam, hogy használják, úgyhogy egy pár ilyet
fogok bemutatni. Az első ilyen program, elindult-e a prezentáció? Igen, igen, látjuk. Látható. Jó, az első ilyen program, ez az Educa Play nevű kis segédprogram, amely valójában, hát ilyen kis kvíz, vagy kis kérdéseket lehet szerkeszteni a hallgatók számára. Ez később majd a Laura, Nisztor Laura kolléganőm fog beszélni a Redmentáról. A Redmentában is vannak hasonló lehetőségek, úgyhogy én itt csak egy pár ilyen feladatot fogok bemutatni, hogy hogyan is néz ki. Tehát én itt a fiziológia előadás mellé készítettem egy pár olyan kérdést a hallgatóknak, amivel úgy gondoltam, hogy egy picit jobban el tudják sajátítani a tárgynak a különféle részleteit, ami mondjuk az előadáson nem hangzik úgy el, vagy nem tudok olyan részletesen kitérni, és ezek a játékos feladatok segítséget adnak arra is, hogy esetleg valamit megjegyezzenek, vagy le tudják ellenőrizni az általuk már megtanult tananyagot. Úgyhogy itt az első az egy ilyen nagy molekulák transportjáról szóló a feladat. Én már az az igazság, hogy ezt olyan régen szerkesztettem, hogy nem is emlékszem, hogy mi van benne, és az nagy molekulák transportja hogyan tud végbe menni, mi tartozik ide, emésztően, hoppá, ezeket nem így kellett volna, jó? Tehát fagocitózis. Na, itt elrontottam már azt is, a feladatomat is. Tehát a lényeg az, hogy a feladatot azt meg kell oldani, és a hallgatók azok két lehetőséget kapnak egy ilyen feladat megoldására, azaz ezt be lehet állítani, hogy hány lehetőséget kaphatnak. Inkább indítok egy másik Jó, ez most valamiért nem akar menni. Jelzem, hogy időközben a prezentáció eltűnt a képernyőről. Eltűnt a képernyőről? Igen. Nem tudom, hogy a... Lehet, köszönöm, hogy szóltál. Nem szándékos volt, ez teljesen véletlen. Jó, tehát itt közben meg akartam mutatni valamelyik feladatomat. Most már megjelent, úgyhogy látjuk. Most megjelent, jó? Tehát itt össze kell párosítani, hogy mi hol megy végben, és akkor mondjuk a glikolízis, mint folyamat, ez a sejtlégzésnek a különböző folyamatai, az a citoplazmába, az oxidatív, a foszforiláció, az pedig a mitokondriális krisztába, ez a piros szőlősav, vagy a piruvát bomlása az a citoplazmába, és a Szentgyörgyi Krebs ciklus mondjuk a mitokondriális mátrixba, és akkor itt eredményt is kapok, hogy hányadik próbálkozásra milyen rövid idő alatt tudtam én ezt megoldani. Tehát alapvetően ez az Educa Play hasonlít nagyon a Redmentához, ami egy magyar fejlesztés, viszont, tehát hogy hasonló programok, vagy hasonló kérdéseket lehet szerkeszteni, és itt a következő oldalon azt is megmutatom, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogy milyen lehetőségeink van feladat szerkesztésre. Tehát itt többféle, attól függően, hogy milyen a tantárgyunk van, ugye én élettudományokat, a biológiát oktatok, tehát ami természettudományos, ahhoz nyilván egy ilyen térképkvíz lehet, hogy a biológiához nem talál, de nagyon jól lehet használni földrajzban, vagy vannak olyanok, amelyek inkább a nyelvtanárok számára hasznosak. Hogy ez az Educa Play hogyan működik, be kell jelentkezni. Itt is van a előfizetett változat, és van az ingyenes változat, tehát a legtöbb ilyen segédprogram az úgy működik, hogy ha nem szeretnénk mondjuk ebbe
vagy az intézményünk nem fektet egy ilyen program megvásárlásába, akkor használhatunk ingyenes változatot. Az ingyenes változat az nyilván valamilyen korlátokat tartogat magába, általában a tevékenységeim azok nyilvánosak kell legyenek. Tehát azt megosztom mindenkivel, és akkor ez egy cserekereskedelem idézőjelben. Tehát én is kaptam valamit a szoftver használatát, és a szoftver, és a szoftver használói pedig felhasználhatják az általam készített feladatsort. Mindenféle eszközön lehet használni, tehát nem kell ehhez különösebben nagyon felszerelt számítógép, tehát gyakorlatilag akár a laptopon, akár számítógépen, akár táblagépen, még telefonon is használható. Igazából a feladat szerkesztésénél bármilyen feladatot szerkesztünk, be kell írni egy címet, itt egy leírást, én itt most nem fogok ehhez leírást írni, és gyakorlatilag itt meg kell jelöljem, hogy milyen tárgyhoz tartozik az én általam készített feladat, és azt is be tudom jelölni, hogy milyen korosztálynak szánom. Tehát, hogyha kisiskolásoknak szánom, akkor kisebb a fiatalabb korosztályt, ha pedig már egyetemistáknak, akkor nagyobb korosztályt jelölöm meg. Hogyha bárki is használhatja, akkor mondjuk levihetem alacsonyabb korosztályra. És akkor hogyan lehet létrehozni? Itt igazából pont azért, mert ingyenes változatot használok, ezért a mindenféle reklám is beugrik. És akkor itt videókat tudok kiválasztani, ebben az esetben ez egy videókvíz, és hozzá tudok rendelni valamilyen feladatot. Hogyha megváltoztatom ennek a feladatnak a jellegét, hogy nem videókvízt választok, hanem egy egyszerű feladatot, vagy egy fényképes felismerőt, akkor fényképek hozzáadásával és egy leírás hozzáadásával tudok szerkeszteni egy feladatot. Itt a végén ugye ezt közzé kell tenni, és akkor így lesz számunkra, vagy mindenki számára és a hallgatók számára is egy elérhető feladatsor. A következő program, amit használok, ez a ThingLink, amit elkezdtem használni a hallgatóim kedvéért, és igazából itt egy pár sejtlégzéssel vagy fotoszintézissel kapcsolatos képet lehet látni, amit interaktívvá tettem, és gyakorlatilag itt a lehetőség nyílik az ingyenesbe a képek interaktív áttétele, a videók azok már előfizetést igényelnek, tehát azt nem lehet ingyen használni. És akkor itt látjuk a fotoszintézis három típusát, ami az élővilágban megfigyelhető, és nagyon sok információt hozzá lehet rendelni egyetlen egy képhez. Itt például azt rendeltem hozzá, hogy melyik típusúak, milyen növények azok a C3 növények, kik tartoznak ide, vagy kik azok a C4-es növények, kik tartoznak ide, és gyakorlatilag mi is történik ez a típusú fotoszintézis során, és itt láthatjuk a KAM típusú növényeknek a leírását is, és azt, hogy itt mi történik, mind a mellett, hogy magán az ábrán eléggé látványosan azért be van mutatva. És ezen túlmenően még videót is lehet hozzárendelni, tehát itt én egy videót is csatoltam, és akkor meg lehet nézni egy ehhez kapcsolható kis videót. Tehát egyetlen képből, egyetlen ábrából egy interaktív képet, egy interaktív tananyagot tudunk szerkeszteni. Én azért, hogy bemutassam, hogy ez hogyan működik, itt előkészítettem egy a membrántranszport folyamathoz a köthető kis ábrát. Itt különféle membránfehérjék találhatóak a membránban, és igazából ezt tehetem interaktívvá. Ez már rajtam múlik, hogy mivel szeretném interaktívvá tenni. Ha csak felirattal, hogyha valami weboldalas a tartalmat szeretnék
hozzáadni. Én azt mondom, hogy akkor most egy kicsit több mindent adnék hozzá ehhez az ábrámhoz, és akkor először itt ki kell választam az ikont, hogy mit is adok hozzá. Hát itt akár kiválaszthatom ezt a videó, a ikont, akár egy képet, attól függ, hogy mit osztok meg, akár egy hanganyagot is föl lehet venni, és a hanganyagot is meg lehet osztani a hallgatókkal, vagy egyszerűen csak a sorrendet valamilyen folyamatnak jelöljük egyessel, kettőssel, hármassal, négyessel, tehát számos lehetőségre ad ez nekünk a... Én most valamilyen képet fogok megosztani, nem tudom, hogy milyen volt az ábrám, de hogy jól feltűnő legyen, akkor ezt a piros ikont választom ki. Én ezt perifériás membránfehérjének hírje, ének nevezem el. Na, egy kicsit fehér. Túl sok a kihívás a számítógépnek, ezért így elég lassan működik. Nem számolt azzal, hogy közben még meg is osztom a képernyőt, és még itt videó, meg egyéb. Jó. Akkor valami leírást, és akkor hozzá rendelhetek egy képet, és akkor most én ezt rendelem hozzá, nyilván ennek nincsen most semmi értelme ennek a képnek, mert ez éppen most nem a membrán fehérjék, hanem a lipid kettős réteg, de tegyük fel, hogy én most ezt szerkesztettem ide. Tehát én ide ráteszem ezt az ikonomat, és akkor a hallgató rá tud klikkelni, ezzel megnyílik ez a következő kép, ez éppen lehet egy audio, vagy egy videós tartalom is. És a harmadik a program, amit szeretnék bemutatni, az a Powtoon. Igazából most tanultam meg ilyen kis animációs filmeket szerkeszteni, és ezt mind azért tettem, hogy a hallgatók egy picit interaktívabban lássák azt, amit mondjuk korábban elmondtam valamilyen módon. Ez a napi energia szükségletünkről szóló kis videót mutatom be. Ez egy csupa 20 másodperces, igazából az ingyenes változat az 10, illetve 20 másodperces videók készítésére ad lehetőséget, és az elemek azok, tehát ezek a hölgyek, ezeket nem én rajzoltam, hanem ezek az elemek is adottak. Hogyan tudunk ilyet? Hát attól függően, hogy hol szeretnénk közzétenni, hogy a YouTube-on szeretnénk, vagy Facebookon megosztani, vagy éppen Instagramra, vagy a telefonos használatra kiválasztjuk a formáját, a méretét ennek a készítendő videónknak, és akkor utána válogatunk hozzá hátteret, és mindenféle olyan lehetőséget. Én előszeretettel használtam ezt a fehér hátteret, de én akkor most innen valami érdekeset fogok kiválasztani, hogy most még színesebb legyen, és akkor mondjuk, bocsánat, ez teljesen használható. Tehát akkor kiválasztok valami hátteret innen, és ehhez hozzáadhatok bármilyen tartalmat, rá tehetek animációval még extra tartalmakat, és itt lent láthatjuk, hogy bizonyos információk, mikor időben hogyan jelennek meg. Tehát innen bármit kiválaszthatunk. Elindíthatjuk a kis videó szerkesztőnket, és kiválasztjuk a karaktereinket. Na, ez éppen jól sikerült, most még maszkot is visel, teljesen a helyzethez a méltó, és hozzá lehet időben is sorrendben rendelni különféle információkat, és a végén olyan kis 20 másodperces videós tartalomhoz jutunk, mint az előbbi.
amit bemutattam. És végül ez a H5P a program a lenne az utolsó, amiről szeretnék egyetlen egy a percben a reflektálni, igazából úgy látom, hogy 10 másodpercen van, és ezt a doktoranduszaim szerkesztették, a Vince Boglárkát láttam is az a résztvevők között, ami gyakorlatilag arra ad lehetőséget, hogy egy ilyen projektet szerkesszek meg, én a laborgyakorlatok interaktívvá, illetve otthon elvégzendő laborgyakorlatok létrehozására kértem meg a kollégáimat, hogy állítsák össze ezt a H5P rendszerben ezeket a projekteket, tehát ez gyakorlatilag projektekre alkalmas, projektek használata, vagy projekteknek az elvégzésére. Azt hiszem, hogy az időm lejárt, nem is szeretnék visszaélni vele. Remélem, hogy sikerült a mindenre megfelelő módon kitérni, és hogyha nem, akkor majd várom itt a chat szobába a kérdéseket. Köszönjük, Gyöngyvér, az igen érdekes bemutatót, és hogy hát ebben lassan jegyzetelni kell, úgy látom, hogy itt mindent észbe tudjunk tartani. És hát korábban már azért többször szóba került az, hogy tényleg egy elég nagy kihívás mindenek mellett a számonkérés. És ennek már Gyöngyvér utalt rá, hogy különböző felületek vannak erre, de Niszó Laura kolléganő itt talán, ha jól emlékszem, akkor kettőt fog összehasonlítani, ami közül az egyik, azt már mondom, hogy rendkívül dinamikus fiatal csapat áll mögött, és napra készen már azt is megtették, hogy a classroom-mal, tehát a classroom-mal meg kompatibilis meg lehet osztani rajta. Megkérlek, Laura, hogy akkor beszélj erről. Jó, akkor én is úgy készültem, hogy megosztanék egy prezentációt, amiben egy több mindent érintettem, egy picit a tapasztalatokról is beszélnék. Itt nagyon sok minden elhangzott, úgyhogy rövid leszek ebben a tekintetben. Első körben azt mondanám akkor, hogy az online oktatás az inkább e-learning, hogy ilyen learning by doing-ként tematizálódik, tehát az oktató az rengeteget tanul, és ő maga is azáltal fejleszti az ötleteit, hogy milyen visszajelzéseket kap esetleg a diákoktól. Most itt 5 pontban először gyorsan átfutok néhány ilyen tapasztalatot, ajánlást vagy kihívást, amik úgyis kerültek ide az asztalra, hogy előtte volt nekünk egy-két hét, azt hiszem, egy tanszéki értekezletünk, és ott is elhangzottak észrevételek a kollégák részéről, meg tapasztalatok, meg hát nyilván azért ilyenkor az ember a szakirodalmat is elkezdte olvasni, én is próbáltam dokumentálódni az online oktatással, vagy e-learninggel kapcsolatosan, és így kiszűrődött számomra ez a 6 pont. Az első, ami ugye nagyon fontos, az, hogy hogyan adjuk át a tananyagot, hogyan ragadjuk meg és tartsuk fenn a diákoknak a figyelmét, hogyan kapjunk tőlük feedbacket, ami már többször elhangzott, hogyan legyen a számonkérés, illetve a vizsgák, és nyilván felmerül egy csomó etikai kérdés vagy dilemma, illetve hát van egy csomó strukturális tényező, ugye, amiről már szó esett, hogy milyen az internet lefedettség adott településeken, kinek milyen eszköze van, az IKT kompetenciák, amik ugye hát az oktatók esetében is sokszor problematikusak, és ez a sajátos kontextus, amiben most vagyunk, lehet, hogyha egy más időpontban, vagy egy hosszabb felkészülési periódus állt volna a rendelkezésünkre, arra nézve, hogy rátérjünk az e-learningre, akkor talán másképp néz neki most ez a helyzetet, ezeket a strukturális tényezőket is fontos szem előtt tartani. És akkor röviden egy picit így inkább így a saját tapasztalataim, tehát hogy én hogy oldom meg, tehát nem sok újat mondok, gondolom, tehát a tananyag vagy ismeretek átadása az egy ilyen PowerPointos módon szokott nálam történni. Ez most érdekes, mert így az offline oktatásban én elég jellemzem a PowerPointot, mert úgy tartom, hogy egy picit így ellustítja a diákokat, de most jelen esetben vissza kellett térnem akkor erre a
erre a helyzetre. Ezt így, mint most, ilyen képernyő megosztással szoktam eszközölni, és nagyon gyakran váltok a képernyők között, ilyen 5-10 percenként beszoktam nézni a Meetre, megnézem a csetet, mi történt, kérdezek, hogy halszik, látszik a dolog, stb. Aztán ugye van a tábla, amit órán nagyon sokszor használunk, és én ilyen abszolút táblára írós típus vagyok, és ajánlották a Jamboardot, ami nekem abszolút nem vált be, mert nem tudok szépen írni, meg rajzolni rá, ezért én egy Word dokumentumba szoktam felírni jó nagy betűkkel a fogalmakat, vagy egy OneNote-ba, és ezt szoktam megosztani, így váltok akkor PowerPoint, illetve a Word-pontok vagy OneNote között, illetve hát a Meet-nek a chatfalát is szoktam ilyen kvázi táblaként alkalmazni, ahová felírok a fogalmakat, vagy ilyen mindig jönnek ugye a tanárnak ilyen zárójeles gondolatok, és hosszabb zárójelek, és akkor ott elmagyarázom röviden. És nyilván hát a Classroom fal az, amit használunk, mindannyian gondolom, tehát ide szoktam feltölteni az adott kurzushoz kapcsolódó PowerPointokat, a jegyzetet, olvasmányokat, filmeket, stb. Na most ezekkel a megosztásokkal kapcsolatban lett nekem egy olyan észrevételem egy pár óra után, hogy az elején úgy tartottam, hogy mindig óra előtt feltöltöttem mindent a Classroom falra, ami az adott órához kapcsolódott, és kiderült, hogy hát ez nem annyira jó ötlet, mert ugye közben voltak diákok, akik megnézték azt a filmet, amit én későbbre szántam az óra során, és akkor lett egy ilyen érdekes kavarodás. Tehát próbálom így reál időbe feltölteni akkor ezeket a dolgokat. Tehát amikor oda kerülök az órán, hogy most következik a film, akkor töltöm fel a filmet, illetve az olvasmányt. És akkor így egyforma ütemben tudjuk követni az órát. A figyelemnek a megragadása vagy fenntartása érdekében, hát itt már érintettem, hogy úgy szoktam, mivel hogy nem töltöm fel akkor most már az óra elején ezeket a tartalmakat, de az óra elején el szoktam mesélni a diákoknak, hogy mi fog történni az órán, és akkor picit talán felcsigázom az érdeklődésüket, hogy hát lesz film is a mai órán, meg lesz olvasmány is a mai órán, és akkor ez talán így élvezetesebb, és nem kapcsolnak le, remélhetőleg, mindig ugye azért teszem ezt. Akkor, amit mondtam, az ismeretanyagot így szakaszosan adom le, tehát hogy időközben mindig benézek a Meet-chat falra, stb. És igyekszem mindig érdekes olvasmányokat, filmeket vagy podcasteket megosztani, illetve hát ezek után nyilván mindig van egy kikérdezés, ez általában cseten, de akár szóban is beszámolnak mindig a diákok ezekről a megosztott tartalmakról, és hát vendégtanárt is hívtam meg az egyik órámra már, illetve az elkövetkezőkben is lesz egy vendégtanárom egy másik órán, tehát ilyen célra is nagyon jónak bizonyultak ezek a felületek. Nyilván az olvasmány ne legyen túl hosszú, a film ne legyen túl hosszú, ezek nagyon fontos szempontok az online oktatás esetében, hisz nem tudjuk követni ugye akkor, hogy az adott diák éppen a filmet nézi, vagy valami mással foglalkozik, és olvastam egy ilyen érdekes tanulmányt nemrég, hogy sokan ugye az online oktatást, tehát nemzetközi szinten is azzal próbálják kiváltani, nagyon sok vizuális tartalmat csempésznek a tanórákba, és hogy ez nem jó, mert mind úgy a tanár, mint a diák így igazából ilyen társas lustaságra kényszerül, vagy ebbe sodródik bele, és akkor nagyon szoktam figyelni erre, hogy rövidek legyenek ezek a filmek. A feedback nyilván ez a kulcs kérdésünk, hogy mit értett meg és mit nem értett a diák. Itt korábban a dékán úr jelezte az első héten, azt hiszem egy ilyen körimélben, hogy hiányoznak számára a csillogó szemek, hogy nem tudja, hogy ki mit értett meg. Hát igen, ez talán a legnagyobb kihívás. Hát erre vannak az interaktív körkérdések, illetve hát a tesztek és a kvízek, amit a Quizizz és a Redmenta, amit én használok, illetve amiről szóltájtek a következőkben. Itt mind a két alkalmazást, hát én főleg a Redmentát alkalmasnak látom arra, hogy vizsgán is lehessen alkalmazni, hogyha egy ilyen írásbeli vizsgáról van nyilván szó.
de szóbeli vizsgán akkor a kis csoportos beszélgetéseket is alkalmasnak találom erre. Például nekem nagyon sok tárgyamnál az idén ilyen kollokviumok vannak, és ezt úgy képzeltem el, hogy ilyen kisebb csoportos beszélgetések formájában kivitelezhetők. És akkor itt van a Quizizz és a Redmenta, amiről szeretnék pár szót ejteni. A Redmentát én a tavaly óta vezettem be az oktatásba, inkább a felső éveseknél szoktam alkalmazni, amikor egy új ismeretanyag előtt ismétlő kérdésekkel próbálom rávezetni őket, vagy megtudni a diákoktól, hogy mire emlékeznek még az első másodéves anyagból. A Redmentával egy Erasmuson ismerkedtem meg a Corvinus Egyetemen, ahol az engem fogadó tanár alkalmazta az órán, és akkor nagyon érdekesnek találtam. És hasznosnak tűnt az órán is, nagyon jól kiváltotta azt az idegesítő momentumot számomra, amikor a diákok nyomkodják órán a telefonjukat, és akkor gondoltam, hogy hát akkor most adok nekik egy feladatot a Redmentán keresztül, és akkor célzottan tudnak nyomkodni. Úgyhogy igazából én átmentettem a Redmentát az offline térből az online oktatásba. Mi a jó a Redmentában? Az, hogy ingyenes regisztrációhoz kötött, de regisztráció nélkül is lehet használni diákoknak. Hát ez most annyira nem javalt olyan értelemben, hogy nyitott hozzáféréssel nyilván bárki ki tudja tölteni az általunk szerkesztett feladatlapot, és hogyha mondjuk javítani szeretnénk később, akkor ez lehet, hogy egy pici kavarodást okozza. Úgyhogy én regisztráltatni szoktam a diákokat a Redmenta alkalmazásba, és egy plusz tulajdonság, vagy jó tulajdonsága még a Redmentának, hogy ilyen kis szobákat lehet a direkt cím fülön keresztül létrehozni, ami az egyes tantárgyaknak lehet egy ilyen kulcs szava, vagy ilyen magánszobája, ha úgy tetszik, és a diák csak azt annak a direkt szobának, a direkt cím szobának a nevét kell, hogy beírja, és már is ott találja magát az adott tárgynál. Most én nem annyira ilyen élőben csináltam ezt a prezentációt, mint a Maradj Öngyvér, de a végén egy kvíz segítségével akkor betekintést nyerhetünk, aki még nem ismeri a Redmentát, hogy hogyan is működik. Hát ami számomra nagyon tetszik ebben, de az EduPlay-en is kiderült, hogy így működik, hogy többféle kérdéstípust lehet alkotni, tehát nyilván van a feleletválasztós, vagy az egy jó válaszos, illetve a több jó válaszos variáns, az igaz, hamis, illetve hát ami így a társadalomtudományokban, vagy humántudományokban nagyon fontos, hogy a kifejtős kérdésekre is lehetőség van, illetve ugyancsak, mint az Eduka Play-ben látható, hogy YouTube videókat is be lehet szúrni, illetve képet is be lehet szúrni, és akkor megkérhetjük a diákot, hogy fejtse ki azt, hogy mit lát ezen a képen, videón. Tehát nagyon interaktív felületként működik. Nagyon könnyű a feladatlapoknak a szerkesztése, pár perc alatt igazából rá tudunk jönni a dolog nyitjára, illetve ahogy ez az Eduka Play-en is és az összes többi alkalmazásnál is megjelenik, válogathatunk, hát ez egyetemi oktatásban nem, hát most tantárgy függő, mert hogy nem főleg magyarországi felhasználói voltak legalábbis eddig, és akkor egy picit így a magyarországi specifikumnak megfelelő kérdéseket találunk, de vannak már elkészített feladatlapok, amiket kölcsön lehet venni, ezeket lehet adaptálni, ehhez hozzá lehet adni, és újra meg lehet így osztani a többi felhasználó felé. Na és mivel, hogy én ezt ugye már régebbről használom a Redmentát, akkor adva ez a kontextus, és a kollégáktól számos ötletet kapván arra nézve, hogy még mit lehetne használni, akkor gondoltam, hogy én is betanulom magam egy újabb alkalmazásba is, pedig a Quizizzbe. És hát nekem nem vált be, lehet, hogy azért, hogy már eléggé familiarizált voltam a Redmentával,
és így bizonyos dolgok nem tetszettek a kvízisben. Először is az, hogy angol nyelv, picit nehézkesebb. Kicsit nekem úgy tűnik, hogy a kvízis inkább kisebb korosztálynak jobban talál, mint a felnőttebb egyetemistáknak. Itt csak megmutatom, hogy körülbelül ugyanazokat a lehetőségeket találjuk a kvízisben is, tehát feleletválasztós, illetve nyílt kérdésekre is lehetőség van. Körülbelül ugyanaz az a két felület, hát én így talán a megszokás miatt, vagy a magyar nyelv miatt, én inkább így a Redmentát ajánlom. A kvízisben az a mondjuk ilyen pofa dolog, hogy így fejezzem ki magam, hogy a kvíz megoldása után a diákok kapnak egy mémet, és akkor ez ilyen vicces és szórakoztató napra készebb dolog, hát ezeket akkor itt nem mondom. És az etikai kérdések, amik így felmerültek bennem az online oktatás vagy tanulás kapcsán, az nyilván, hogy nincs egy tökéletes megoldás, nem mint az online, offline oktatásban lenne, de talán itt sokkal tökéletlenebbek a megoldások, mint a kontaktórák esetében. És nagyon sokat tanul a tanár, tehát így a diákok is mutattak számomra olyan lehetőségeket, amelyeken keresztül rájöttem, hogy nem jól képzeltem el, mit tudom, egy számonkérést, és ők jöttek egy jobb ötlettel, és ez sikerült akkor beépíteni. Nyilván csak többé-kevésbé tudjuk azt, hogy mennyire aktívak a diákok. Egy személyes tapasztalat az, hogy kb. Ugyanaz az aktív hallgatóknak az aránya, mint a kontaktórán. Viszont érdekes volt látni, hogy nem feltétlenül ugyanazok a diákok aktívak, legalábbis az én tárgyaim esetében online, mint offline, ugyanis azok a diákok, akik mondjuk így inkább elbújnak az offline órán, és nem szeretnek megszólalni, vagy introvertáltabbak, azok itt inkább megnyílnak. És ilyen szempontból érdekes volt látni, hogy így újra szerveződnek ezek a csoportok. Akkor egy fontos etikai kérdés, ami felmerült így a kollégáim szemszögéből is, illetve ők is említették ezt, hogy most mi legyen a kamerával, kikapcsolva vagy bekapcsolva tartjuk. Hát ez egy jó kérdés, hogy ugye itt a GDPR is elhangzott, hogy akkor erre nézve milyen ajánlások születhetnek, nem tudom. Hát úgy gondolom, hogyha például van egy írásbeli teszt mondjuk, akkor talán jó, hogyha be van kapcsolva a kamera, de így egy órát, egy ilyen ismeretátadó órát hallgatva úgy gondolom, hogy ez inkább egy ilyen opcionális kérdés, tehát én nem szoktam mondjuk így kötelezni idézőjelbe a hallgatókat arra nézve, hogy bekapcsolják vagy sem a kamerát, illetve hát még vannak olyan gondok, hogy most örömmel hallottam, hogy nagyon alacsony azoknak a diákoknak az aránya, akik nem tudnak bekapcsolódni. Nálam van egy-két ilyen eset, akik főleg a térerő miatt nem tudnak bekapcsolódni, és éppen ezért így elgondolkodtam, hogy talán kellene csinálnom egy-egy tárgy esetében egy ilyen nagyon rövid Facebook live-et, és ezt megosztani talán a tantárgyak a Facebook csoportján, hát nem tudom, ezen még fogok gondolkodni. És akkor itt zárom, és akkor a chatbe fogok megosztani egy kis tesztet, amit ha megoldanak a résztvevők, akkor egy picit betekintést nyernek abba, hogy hogyan működik a Redmenta, tehát ez egy vicces kis rövid teszt akar lenni, és akkor mindjárt berakom a linket a chat szobába. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, Laura, és tényleg, hogy hát az idő az egy kicsit sürget, nem akarunk senkinek visszaélni az idejével, de hát annyira sok érdekes információ van, hogy ezeket úgy gondolom, hogy mindenképpen, hogyha rászántuk magunkat, akkor érdemes meghallgatnunk. Következőkben pedig megkérem Táncos Levente kollégát, hogy az általa előkészített szoftverek kapcsán egy pár a megadott időkeretben beszéljen. Köszönöm szépen! Elsőként egy kicsit mesélek arról, hogy hogy álltam én ehhez a kérdéshez, mert valójában már korábbról egy csomó eszközt használtunk, vagy használtam az oktatásban. Ez jelenti, hogy egy nem túl hosszú, 15 év körüli tapasztalatom van ebben a történetben, de már ebben azt érzem, hogy diákok azért változtak. És én is azt gondolom, hogy nem fogja teljesen átvenni az internet az oktatásban az e-learning a teljes szerepet, mert hogy elengedhetetlenek ezek a személyes órák, de azt gondolom, hogy hangsúlyok azért el fognak tolódni.
és egyre inkább éreztem azt, hogy kicsit közgazdászként gondolkodva ez az oktatás egy értékesítési feladat, és ahhoz, hogy értékesíteni tudjunk gondolatokat a hallgatóknak, hogy rávegyük őket különböző dolgokra, ezért nem baj, hogyha kicsit menők vagyunk, vagy kicsit kilépünk abból a körből, ami megszokott. Ezért gamification, vagy játékosítás, vagy különböző online eszközök használatával már kísérleteztem korábban is, amik most jól jönnek. És akkor a két fontos dologról akarok beszélni, az egyik egy applikáció, másik pedig inkább egy megoldás, hogy nekem a statisztika, meg pénzügy feladatok vannak, tehát hogy nincsen előadás jellegű feladat, hanem folyamatosan valamilyen számítós, vagy valamilyen számolós feladatokat oldunk, ami ugye diáknak általában a kedvence szokott lenni. És ebben hasznos, hogy valamilyen módon tudjunk jegyzetelni, vagy írni. Ezért egy ideje, mi a feleségem is tanárnőm, ilyen 2-in-1 eszközöket használunk, amik már elérhetőek. Nekünk használtan vannak Surface eszközeink, de már csomó gyártóan elérhetőek. Mi azt jelenti, hogy a laptop használható tabletként is, és ezért egy OneNote-ba tudok jegyzetelni akár órán, akár most, amit később elmenthetek egy PDF-be, odaadhatom a hallgatóknak. Tehát valójában, amit a táblára írok, az nem veszik el, hogyha letörlöm, vagy nem is törlöm le, hanem akár az egész fél éves jegyzeteket oda tudom adni a hallgatóknak. A másik pedig, hogy ezeken a feladatoknál nagyon előjön az, hogy egyéni és csoportos haladás, hogy egyes hallgatók lassabban tudnak megoldani egy statisztika feladatot, mint mások, ezért nagyon nehéz megtalálni azt az ütemet, azt a ritmust, amiben mindenkinek ez jó. És ebben segítség az, hogy én különböző feladat megoldásokat, ilyen egyszerű feladatokat, vagy alapfeladatokat azt felveszek videóra, és úgy elmagyarázom jó részletesen, és a diákok kapnak hasonló feladatokat, ami kicsit komplexebbek, kicsit összetettebbek, és tehát egyszer megoldják az alapfeladatot a videó segítségével, aki nagyon ügyes, az felgyorsíthatja a YouTube-ot kétszeresére, aki nem, az megállítja, visszaviteti, tehát hogy mindenki a saját ritmusában tud haladni, és a plusz feladatokban meg alapvetően már akkor megvan az a készség, amiben tudnak haladni, és akkor más-más ütemet feltételezve is az alaptudás mindenkinek meg lesz. Úgyhogy ez lehet akár egy ilyen technika, amit átveszünk akár egyik módszerből a másikba. És akkor a másik, amit megmutatnék, az a Kahoot, ami kicsit a gamificationhöz kötődik, hogy minden órán, még az offline oktatásban is, vagy akkor még jobban működött talán, volt egy teszt az előző órai anyagból. Ez egy néhány kérdéses teszt, néhány perc, és én a Kahootot használtam erre, de teljesen, tehát hogy nem akkora nagy a készlete, mint mondjuk a Redmentának, de viszont amire nekem kellett, az teljesen jó, mert egy nagyon-nagyon gyors visszajelzést ad, és ebben a játékosításban az egyik elvárás, hogy a mai hallgatók talán, vagy akár a mai korban nagyon gyors visszajelzést várunk el. Egy játékban, hogyha most ezt szoktam mondani, hogyha lelőnek, akkor rögtön meghalunk, és nem kell várni 2 hetet, hogy a tanár kijavítsa a tesztet, és kiderül, hogy meghalunk-e, hanem rögtön van egy visszajelzés, és akkor a Kahootban rögtön látják a hallgatók, hogy hány pontot értek el, ki az első, és van egy nagyon gyors visszajelzés. Tehát ezt még tetéztük azzal, hogy a statisztika óra végén minden héten az adott nyertes az osztályba kapott egy kitűzőt, amit egy hétig hordhatott, és akkor az a kitűző volt a díj, amit a következő héten harcoltak, és akkor volt egy tétje is ennek, amellett, hogy beszámoltuk a végén kicsi részben a jegybe. Tehát volt egyfajta tesztkérdés, de nem volt ez egy ilyen stressz helyzet, hogy most úristen, minden órán felmérőt írunk, hanem minden óra elején volt egy teszt, ahol kicsit háborúztunk a zebráért, amit megkaptak az óra végén. És akkor erről a Kahootról akarunk egy kicsit beszélni az időmben. És akkor az is a kérésem, hogy akár mi is kipróbálhatjuk gyorsan, hogyha van kedve a hallgatóknak. Itt megosztom én is a képernyőmet. Reméljük, hogy ez jól fog sikerülni. Jó, hallható vagyok még? Igen, hallható vagy. Itt látható egy kód, ami egy játéknak a kód. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű játék, csak látjuk a logikát, hogy működik ez a Kahoot. És akkor erre a kahoot.it oldalra be kellene írni ezt a kódot. Most ne is találjunk fel applikációt, hanem elég ez a kahoot.it. Meg is nyitottam, így néz ki ez az oldal. Ide kell beírni azt a kódot, amit itt van felül, ez a 106-33-75.
és akkor itt be tudunk jelentkezni egy a játékba. Itt ez kicsit még hagyom ezt, de mindjárt mutatom a Kahoot-nak a lényegét. Akinek van kedve, akkor a kahoot.it-re belépve beírja ezt a kódot, beír egy becenevet, és akkor itt látjuk a játékosokat, hogy hogyan működik ez a történet. Itt látunk már egy Csaba be is jelentkezett. A Kahoot-nak, a Kahoot.it ez a játékos felület, ahol a játékosok belépnek. Ezt én kivetítem egy prezentációban, és mindenki a telefonjáról be tud lépni. A diáknak a fél év elején fel is találják a Kahoot appot, és akkor nagyon könnyen be tudnak jelentkezni ebbe a játékban. A szerkesztő felület az a Kahoot.com-ról, vagy a createkahoot.it-ről érhető el, és itt alapvetően csak tesztjellegű kérdéseket tudunk feltenni, viszont van lehetőségünk arra, hogy képet vagy videót csatoljunk. Ez én azt szoktam tenni, hogy most nézzünk egy valószínűséges felületet, hogy valószínűségszámítás kérdéseket, hogy amikor bonyolultabb kérdés van, akkor nem engedi meg ez a Kahoot, hogy hosszú kérdéseket feltegyünk, de ha csatolok egy képet, amiben megvan a felat, le van írva, és be van linkelve a különböző adatok, akkor valójában szinte bármilyen hosszú feladatot fel tudok tenni kérdésként, és akkor nem csak ilyen elméleti kérdések lehetnek, hanem látjuk, hogy itt lehet akár egy statisztikai feladat is egy kérdés. Itt meg tudom adni a különböző válasz lehetőségeket, hogy milyen válasz, vagy hány jó válasz van, és meg tudjuk azt is adni, hogy hány másodpercig legyen ez a kérdés. És ez nem csak online, nem csak úgy lehet, hogy élőben az óra elején, ahogy én a múlt fél évben tettem, hanem lehet ezt házi feladat jelleggel, vagy ilyen kitűzött feladat jelleggel akár most is tudom használni, mert beállítom, hogy mi a leadási határideje ennek a tesztnek, és akkor az óra elejére időzítve látják a hallgatók, meg lehet osztani ezt is Google Classroom-ban, a hallgatók látják azt, hogy akkor éles a teszt, kitöltik a tesztet, megvan, hogy hány másodpercig gondolkodhatnak egyes kérdéseken, és akkor az előző óra anyagát egy kicsit átismételjük, megnézzük, hogy mi történik. A számonkérésnek nem lehet, hogy, vagy nem fogjuk mi használni, hogy a teljes fél évben ez legyen az egyetlen számonkérés, de mint kiegészítő számonkérés, időszakos számonkérés, ez jól működhet, mert hogy egyrészt érdekes a diákoknak az a visszajelzése, hogy szeretik. Másrészt meg nagyon jó statisztikákat lehet letölteni. Tehát, ha kitöltik a hallgatók a tesztet, akkor egy Excelben egy elég részletes statisztikát tudunk letölteni, kérdésekre vonatkozóan, hogy melyik volt a legnehezebb kérdés, ki hány pontra válaszolt, tehát mindenféle kérdéseket tudunk válaszolni. És hogy az időből ne fussunk ki, akkor van 17 játékosunk, így gyorsan nézzük meg a kérdéseket. Itt elindítom a kérdéseket, és akkor itt fog látszani a kérdés, de mondom is a kérdést, mert valószínűleg az applikációban csak a válasz lehetőségek lennek, hogy mi volt Mézga Aladárnak a becenevem? A piros a hülye aladár, kék buta aladár, narancsárga lüke aladár, és zöld máris aladár. Mi volt a beceneve? Itt látjuk, hogy bal oldalt be van állítva, hogy még 8 másodperc van, és látjuk, hogy hányan válaszoltak a kérdésre. Hogyha mindenki válaszol, akkor tovább lépik, illetve ha az idő lejár, akkor tovább lépik. És akkor itt látjuk, hogy nagyon-nagyon a társaság nagy része, 13-an jól válaszoltak, és volt még egy-egy rossz válasz is. Jó, és utána meg rögtön van egy sorrend, ahol pontszámokat látunk, azt szerint kap valaki több pontot, hogy milyen gyorsan válaszolt. A helyes válaszok érnek pontot, és a gyorsaság is jelent pontot, tehát hogy ilyen szempontból kicsit izgalmas, hogy minél gyorsabban válaszoljunk az adott kérdésre. Jó, nézzük akkor a következő kérdést, hogy hívták Fityke őrmesternek a kutyáját? Lehetőségek piros marcipán, kék vanília, narancsárga bolhás, zöld tücsök. Jó, minden kérdésnél mi állítjuk be azt, hogy hány másodpercig hagyjuk a kérdést. Ezt előre majd a felületen be lehet állítani a Kahoot-nak a felületén. Most itt is látjuk a válaszokat, itt már kicsit kisebb volt a jó válasznak az aránya, marcipánnak hívták a kutyáját, és akkor látjuk, hogy hogy áll a jelenlegi rangsorunk. Hogyha valaki egymás után többször jól válaszol kérdésekre, mi 10 darab kérdést szoktunk használni, akkor plusz pontokat kaphat arra, hogy egymástán mondjuk 4-5 kérdésre is jól válaszol. Nézzük a harmadik kérdést, Mekmesternek mi volt a teljes neve? Ugye ez itt Megmarci, Megkelek, Megkároly, vagy Megelemér, mi volt a neve Megmesternek. Ez egy fizetős applikáció, viszont 50 hallgatóig, vagy 50 diákig ingyenesen használható. Néhányszor meg fogja kérdezni az alkalmazás, hogy biztos nem akarunk előfizetni, mi mondjuk, hogy nekünk elég az alapverzió, és hogyha 50 hallgató, vagy 50 diákra
méretezzük a kérdést, vagy azért, hogy több nálunk, mondjuk statisztikából azt hiszem most 90 diák van, de több csoportra vannak osztva, ezért csoportonként én teljesen jól tudom ezt használni. Jó, itt látjuk még a COVID-19 vezet még mindig. Negyedik kérdés, melyik meseszereplőit látjuk a képen? Jó, piros frakka, macskákréme, kék Pokémon, narancsárga balukapitány és zöld kukori és kotkoda. Jó, tehát, hogy ingyenesen ez egész jól használható, és a felületen ugye a hátrány az, hogy nincsen sokfajta kérdés, csak tesztjellegű kérdéseket tudunk tenni, és inkább ilyen gyors visszajelzésre használom, mondom én órára, mert mindenki tudta ezt a kérdést. Jó, és akkor nézzük az utolsó kérdést, hogy minek a rövidítése a VUK. Látjuk, közben videókat is beletenni, éppen nem indul el, de hogy akár videókat is betehetünk. Tehát minek rövidítése a VUK? Piros, vadászok utamból kotródjatok, kék, vigyázz, ugató kutya, narancsárga, vadászom utamból kotródj, és a zöld, vörös ugatók kedvencei. Jó, tehát melyik a VUK-nak a... Minek rövidítése a VUK? Jó, és akkor, hogyha lejár a teszt, ugye itt látjuk, hogy csak 6 jó válasz volt, akkor az új dizájnban nagyon-nagyon szép vizualizáció van, hogy akkor a dobogó harmadik helyén Aladár, a második helyen Kati, és akkor a nyertes különböző reflektorfényekkel, az nem más, mint a COVID-19. Tehát van egy ilyen jó visszajelzés, amit így óra közben ugye lehet várni, hogy akkor ki az, aki megnyerte a versenyt. Diákok megkapják a saját visszajelzést arról, hogy hány pontot értek el. És akkor, hogyha tovább lépek, akkor itt lehet letölteni egy jelentést, ami azért hasznos, hogy tudjuk értékelni a hallgatókat, amiben szerepel az, hogy melyik kérdésre hányan válaszoltak jó, ki hány kérdésre válaszolt jó. De nem csak a pontszámot látjuk, hanem ha pontozni akarjuk, akkor lehet, hogy az ötből mondjuk 4 kérdésre volt jó válasza, és azt is tudjuk, hogy melyikekre volt. Tehát, hogy a különböző kérdések különböző pontot érnek, akkor ez is lehet egy, tehát úgy is lehet értékelni, hogy mivel minden kérdésre tudjuk a pontos választ a letöltött Excelből, tudjuk használni ezt is értékként. Jó, még egy dolgot akartam megmutatni, itt megnyitottam ezt az Appoversoft alkalmazást, egy olyan ingyenes képernyő felvevő, amivel meg lehet azt oldani, hogyha mondjuk én is egyébként OneNote-ot használok, tehát hogy az ilyen 2-4 eszközöknél jól lehet írni mondjuk a táblára, akkor hogyha én tehát, hogy megoldom a feladatot egy OneNote-ban, és azt felveszem a képernyőt egy ilyen ingyenes applikációval, és ezt alapvetően lehet használni, meg lehet osztani a hallgatókkal, mint különböző tutoriálok, amik segítenek abban, hogy az adott projektet megoldják, az adott feladatot meg tudják oldani, abban lehet egy segítség, ez lehet még egy ilyen plusz eszköz. Jó, köszönöm szépen, én a nagy részemről ennyi, és hogyha majd a kérdéseknél, hogyha van olyan kérdés, akkor szívesen válaszolok. Levente, köszönjük szépen, újból gondolom gazdagodhattunk újabb ismeretekkel, tippeket jegyzetelhettünk magunknak, és akkor utolsóként valójában tematikailag itt a Levente által bemutatott programhoz hasonló programról szeretnék beszélni, a Mentimeterről. Valójában strukturálisan, majdhogy mondhatnám, teljesen hasonló a Kahoothoz, azért vannak viszont lényegi eltérések. Most időközben meg is osztom a képernyőmet. Egyik lényeges eltérés, amit korábban Levente említett, az, hogy itt az aktív résztvevők száma az valójában, ha jól emlékszem, akkor 500 fő lehet. Tehát jóval többen bekapcsolódhatnak egy ilyen versenybe, úgymond, mint a Kahoot esetében. Most alapjában úgy kell elképzelni, a legegyszerűbben azt mondanám, hogy a Mentimeter az valójában ugyanolyan, mint egy PowerPoint bemutató, vagy olyan, mint egy prezi, csak hogy ez egy aktív prezi. Most itt korábban sokszor elhangzott az, hogy tényleg itt a kamera bekapcsolás, kikapcsolás, aktivitás, mennyire lehet aktivizálni egy csoportot. Tapasztalataim alapján egy ilyen 20 főig azért meglehetősen működik ez az egyszerű, akár rákérdezek a hallgatóra a meeten, és ő válaszol.
de már egy 30 fős csoport, ami a közoktatásban is bőven van, és egyetemen azért vannak 100 fölötti, 100 létszám fölötti előadások is, nekem is van egy éppen ilyen. Itt azért már jóval nagyobb kihívás az, hogy hogyan is aktivizáljuk, vagy valamiféle feedbacket kapjunk. Tehát, hogy az egy dolog, hogy 150-en vannak mondjuk bejelentkezve egy előadásra, vagy 120-an, de hogy valójában hányan aktívak, hányan éppen főzik a vacsorájukat, vagy hányan együttben töltik az időt, ez azért egy komoly kihívás. Másik komoly kihívás, amire Levente korábban rámutatott, az, hogy hiába van a diák a laptop előtt és követi az órát, azért neki még mindig van egy ilyen kütyüje, ugye, amivel a Laura által említett tevékenységeket amúgy a normális órákon is végbe szokták vinni, és nyilván, hogy az online térben az még inkább alkalmas erre. És ezért gondolom azt, hogy például ilyen szempontból hasznos a Kahoot vagy a Mentimeterhez hasonló felületeknek használata, hiszen a Mentimeter annyiban is különbözik a Kahoot-tól, hogy ennek azért jóval, mondhatnám azt, hogy mobilbarátabb a használata. Tehát, hogy jelenleg megosztottam egy rendkívül egyszerű kérdést, ezek mire is használhatóak Mentimeter például. Például használható arra, hogy előadás közben, vagy éppen egy előadás indítóként is lehet, vagy témaindítóként is, amikor jelen esetben itt lehet látni, arra kérek, aki aktív szeretne lenni, akár a böngészőjében megnyit egy újabb lakot, de hogyha a kezében van a mobil eszköz, akkor egyszerűen beírja fent a menti.com-ot, és a menti.com oldalnál beírjuk a 35, 98 és 10 kódot, én is időközben végzem azért, hogy lássam, hogy működik rendben. És akkor a mobil eszközön is valójában megjelenik maga teljességében a kérdés. A következő, azt kell tudni, hogy ezt a programot valójában nem oktatási célra fejlesztették ki, egy svéd startup fejlesztette ki, valójában olyan fiatalok hozták létre, akik rendkívül sok unalmas céggyűlésen vettek részt, aminek a produktivitása nulla volt, valószínű van nekünk is ilyen tapasztalatunk, és úgy gondolták, hogy hát azért jó lenne, hogyha egy olyan szoftvert hoznának létre, ami elsősorban nem online térben, hanem a gyűlések alkalmával anonim módon, rendkívül lényeges az, hogy akár anonim módon megfeltehessék kérdésüket, értékelhessenek akár egy vezetői döntést, és stb. Tehát azt kell tudni, hogy ha beírjuk a menti.com-ot, akkor megjelenik, és semmiféle nickname, vagy bármiféle fedőnév megadása nélkül. Itt van egy kérdés, amire, hogyha bejelentkeztek, akkor akár nincsen időkorláthoz. Ez a többfajta kérdés típus létezik, de itt a legegyszerűbbet mutatom, ami különösebben nincsen időkorláthoz kötve, ezt a hallgatók valójában bármikor is, hát nyilván válaszolhatnak rá, de persze azért jó az előadónak, hogyha egy adott időn kereten belül alkalmazzák. Ami érdekes, és erre kérem figyelnek, tehát hogy itt a képernyő jobb oldalán egy kis figura található, ami mellett számok, 12, 13, stb. Ezek általában a bejelentkező személyeknek a számát jelenti. Na most nagyon egyszerű egy előadónak, hiszen ránéz a Meet-re, és a Meet-en azt látja, hogy 55-en aktívak elvileg itt most, akik bejelentkeztek. És hát nyilván most nem egy szabványos óráról vagy előadásról van szó, de láthatjuk, hogy mekkora az eltérés, tehát milyen a különbség azok között, akik részt vesznek. De most, amikor egy óráról van szó, hallgatók alányosan, azért ugyanezt lehet koncepcionálisan meg lehet figyelni azt, hogy itt mekkora lehet az eltérés. Most például egy ilyen kérdés, amire megkérem esetleg, hogyha megnyitották, mert lehet is válaszolni, nagyon egyszerűen rá kell bökni, aki, amelyik választ szeretné, nem fogja, amikor megadtuk a választ, például, ha valaki ad egy választ és elküldi a válaszát, azt automatikusan nem fogja nekünk mutatni az eredményét, csak itt időközben valami történt. Nem tudom, hogy miért. Ja, igen, megérkeztek az eredmények, látom, hogy közben szavaztak, igen. Tehát, hogy lehet látni azt, hogy időközben mennyien szavaznak, és milyen arányban oszlik meg az a vélemény, ami,
ami ez a kérdéshez kapcsolódik, hogy mennyi aranyat vitt magával Erzsébet Nagy Lajos özvegye a pápával folytatott diplomáciai tárgyalás. Ez egy társadalomtudomány, tárgyköréből vagy történelmi tárgyköréből származó kérdés, tehát hogy ilyen típusú kérdés. De most mire lehet használni egy ilyen kérdést? Ami jó benne az az, hogy valójában nem adja meg a helyes választ, az magának az előadónak kell megadni a helyes választ. És hogyha úgy struktúráljuk a beszédünket, akkor valójában akár 10-15 percig is fenntarthatjuk a figyelmet, hiszen lehet, hogy a 10 perc múlva, amikor majd az előadásunk oda érkezik, akkor kapjuk meg azt a helyes választ, hogy valójában hatalmas mennyiségű 5 tonna és 6,5 tonna ezüstöt vitt ez a Nagy Lajos, bocsánat, itt van itt egy gond vele, de mindegy, majd mondom itt mi történik, nem Nagy Lajosnak az özvegyéről van szó, hanem Nagy Lajosnak az édesanyjáról, itt elírtam, de hogy ez hatalmas mennyiségű pénzről van valójában szó, és akkor ezt később valójában ki lehet fejteni. Na most, hogyha egy következő típusú kérdést mutatok meg, ami már kvíz jellegű. Ami automatikusan lehet látni, az, hogy itt is újból be kell jelentkezni a kvízbe. Most a kvíz két módon lehet ezt megoldani, és ez is érdekes. Egy módon meg lehet azt úgy oldani, hogy a rendszer felkínál egy fedőnevet, és azt a fedőnevet elfogadjuk. De lehet azt is kérni a hallgatóktól, hogy esetleg mindenki írja be a saját keresztnevét, vagy akár, nem tudom én, hogyha többen vannak, akkor vezetéknévvel a keresztnevét, és akkor már valójában látjuk azt is, hogy név szerint kik azok, akik aktívak. És ez a, na most mondom, ne jegyen meg senki ezeket a kis ikonokat véletlenszerűen dobálja a gép, úgyhogy ha valaki, nem tudom, fél lapó lett, akkor annak nincsen semmiféle üzenete, különösebben csak a rendszer az így pontosan. És miután mindenki bejelentkezett ebbe a rendszerbe, akkor elindítom a quiz kérdést. És a quiz kérdés az megjelenik a főképernyőn is, de ugyanakkor megjelenik a mobil eszközön is. Ez is egy pozitív dolog, amiért a pozitív eszközt lehet használni. Tehát itt például, nem tudom én, a magyar irodalom, tehát mutatja azt is, hogy irodalom területén is használható ez, hogy az alábbiak közül ki volt a magyar reneszánsz irodalom jeles képviselője, és akkor ott van 3 válasz lehetőség, itt már viszont, amikor válaszolunk, akkor automatikusan meg fogja mondani nekünk, miután lejárt a megfelelő idő, az, hogy helyes a válaszunk, vagy nem. 30, ha jól emlékszem, 35 másodperc, ezt mindenki maga beállíthatja a percet, mindenki maga megszerkeszti a képet, és miután lezár, akkor 28-an szavaztak, és azt mondja, valójában mindenki szavazott. Hát, nyilván most olyan kérdés tettem, ami itt, ha az itt jelenlévők számára mindenkinek egyértelmű, és hát azt mutatja, igen, meg is mutatja a helyes választ. Ami érdekes, hogy a következő kockára vagy szlájdra kattintok, akkor meg is mutatja azt, hogy milyen az eredmény. Valójában, mivel mindenki helyesen válaszolt, ezért mindenki kap egy pontszámot, de a leggyorsabb válasz, aki a jelen esetben éppen Juliska volt, neki gratulálunk, a leggyorsabb válasz az mindenképpen több pontot kap, ha még egyet is, de több pontot kap, mint a következő. Na most ugyanez a quiz használható, mindjárt megjelenik a következő kérdésünk. Ez egy, akár most jelen esetben a földrajzosoknak mondhatnám kedvezve, igazából egy kérdés, hogy milyen magas a Mount Everest, és akkor itt jóval szűkebb szórásban van egy kérdés, amire újból választ kell adni, és hát tipikusan ez csak azért tettem be ezt a kockát, hogy azt bizonyítsam, hogy különböző tudományterületekhez kapcsolódóan is lehet akár használni egy ilyet. A diákok figyelmét fenntartandó, tehát akár egy téma lezárás után is lehet használni ezt a kérdést. Újból lejárt a 35 másodpercünk, 24-en válaszoltak helyesen, és hogyha megnézzük a kiértékelő táblát, akkor a kiértékelő táblán meg fogja mutatni, hogy jelen esetben éppen ki az, aki a leggyorsabb volt, azt meg rangsorolja, hozzáadja a korábbi pontokhoz, és akkor megnézzük, hogy a Vroom az, aki a leggyorsabb volt, és így a legtöbb pontot is összegyűjtötte. Következő van, viszont ennek a quiznek egy nyitott
quiz kérdéses változata. Itt egy angol kérdést tettem fel, nyilván elfeled, most nézem, hogy nem kérdés, de mindegy. De hogy aminek lényegében a szenvedő participiumát be kell írni helyesen. Tehát itt rendkívül lényeges az, hogy a be kell írni a helyes választ, be kell pötyögni, és akkor sikerül. Itt valószínű, hogy sőt biztos, hogy a kis és a nagybetűk eltérése is fontos, erre kérem, hogy vigyázzunk. Tehát, hogy lehet kérni szöveges választ is. Ezért mondom, hogy akár nyelvoktatásban, vagy akár máshol is használható. Amikor lejár a megfelelő időszak, akkor látjuk, hogy milyen különböző válaszlehetőségek vannak. Persze itt mondom, hogy torzít a rendszer, mert hogy ugye automatikusan a billentyűzet először a kütyűn a nagybetűt adja, de ennek ellenére a helyes választ mindenképpen elfogadta, és ha megnézzük, akkor az éremtáblánkat, a további válaszokat összesítve megnézzük, hogy kinek éppen mi lesz az eredménye, és ezzel valójában be is fejezi, mivel hogy nincsen több kockánk, akkor az Earthman az, aki végül is 2760 ponttal nyert, hát gratulálunk neki, megérdemli ezt a kis szamócát mindenképpen. Most nincsen arra időnk, hogy egy részletesebben bemutassam, azt mondom el, hogy valójában ez a programnak van előfizetős és ingyenes változata is, de az előfizető változat az hatalmas lehetőségeket biztosít, de meglehetősen sokat kóstál. Azt mondom, hogy az ingyenes variációval is rendkívül jól meg lehet élni. Én tapasztalatom alapján diákok szeretik ezt a típusú interaktivitást, és szívesen használják. Ami még, és a következő szlájdot mutatom meg, ami újból még diákok kedvelik, az, hogy online tehát hogy ez nem csak online, hanem nagy előadások alkalmával, amikor kontaktóra van, akkor is gyakran szoktam használni, hogy kérdést lehet feltenni, amire a diákok szövegben válaszolhatnak, vagy hanem ők maguk tehetnek fel kérdést, ez is újból teljesen személytelen. Teljesen személytelen balog, és akkor most nem tudom én, mi a véleményem a esti beszélgetésről, és aki különböző válaszok itt érkeznek, én megosztom itt közben a képernyőt, úgy hagyom, hogyha valaki nem fogom megszakítani a megosztást, de aki hozzá szeretne még szólni, vagy valamit üzenni szeretne, akkor ezen az üzenő falon itt tudjuk követni. És most, hogy az idővel még gazdálkodjunk egy keveset, valójában az utolsó körkérdés következne, ami ittben nagyjából, ha nagyon egyszerűen szeretnénk kérdezni, akkor azt kérdezném, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy ezt a tapasztalatot, ezt a lehetőséget, ezt a kényszert, amit most megélünk, ezt hogyan tudjuk hasznosítani akkor, amikor majd megszűnik ez a kényszer, hiszen úgy láttam, hogy rendkívül sok olyan jó tapasztalat, olyan jó praktikák vannak, amelyeket bizonyára továbbra is érdemes megtartanunk, és akkor továbbra is megtartom a sorrendet, Lázár Ede dékán urat kérdezni. Rendben, köszönöm. Hát, hogy hogyan tovább, ezt valahogy most közösségivé kéne tenni, itt a 55 személy részvevővel együttesen. Mindenképp szerintem már annyi ismeret átadódott, meg annyi kérdés felvetődött, hogy próbáljunk most valamilyen formában egy kicsit beszélgetni ezekről. Biztos megfogalmazódtak kérdések a vendégeinkben is, úgyhogy én most azt tenném fel, amit mostanában sokszor az online térben, hogy kinek van kérdése, biztos, hogy érkezik. Tehát, hogy akkor azt mondom, hogy a kérdéseket továbbra is akár chatbe feltehetik, hogyha valaki mindenképpen úgy gondolja, hogy ezt szóban szeretné megtenni, akkor kapcsolja be a mikrofonját, és meghallgatjuk őt is, és akkor igyekszünk erre is válaszolni. Gyöngyvér, a körkérdésre mit reflektálnál?
Szóval hogyan tovább, ez jó kérdés. Egyelőre még biztos egy hónapig így megyünk tovább, minden jel arra mutat. Nyilván, hogyha véget ér ez az állapot, akkor lesznek olyan platformok, olyan applikációk, amelyeket továbbiakban is fogunk használni, ugye, mint hallottuk a kollégáktól, tehát már többet használtunk eddig is, és szerintem több használatban is marad. Viszont én is annak vagyok a híve, hogy nagyon hiányoznak ezek a szemtől szembeni órák, nagyon hiányoznak a hallgatók, tényleg azok a csillogó szemek, vagy azok a visszacsatolások, amit nem nagyon tudunk képernyőn viszont látni, és ezt természetesen egy osztályterem tudja nyújtani. Lehetséges, hogy azok a hallgatók számára, akik dolgoznak, vagy akiknek nehézséget okoz az utazás, például be tud jönni ez a Meet-en való órára való csatlakozás, például hosszabb távon is ennek a lehetősége, hogy akkor egy ilyen Meet platformon fognak bejelentkezni, és így tudják az órákat használni. Lehet, hogy ez meg tud ragadni így hosszabb távon, és ez mindenkinek az előnyére tud válni. Igen, ezek jogosak, ezek az észrevételek, hogyha valaki erre még reflektálni szeretne. Nem tudom, azért mindenképpen általában kényszerhelyzetekben úgy gondolom, hogy rendkívül sok tanulság is van. És ez a tanulságok, ezek nem mindig csak pozitív tanulságok, hanem pontosan, ahogy Laura rávilágított, azért vannak olyan tanulságok, amelyekre tényleg hatványozottabban, akár szociális, akár társas jellegű, tehát hogy akár más jellegű ilyen problémák, amelyekre hatványozottabban, érzékenyebben kell a társadalomnak figyelni, ahogy figyelünk is, hogy megpróbálunk, de ez mindenképpen. Nem tudom, hogyha valakinek még lenne reflexiója a körkérdésünkhez, akkor ezt azért szívesen venném. Közben elhangzott egy kérdés, illetve már többször említettük itt a délután folyamán, hogy a számonkérés lehetőségei. Úgy, hogy ne éljenek vissza lehetőleg. Hát kicsit csoportosíthatjuk, vagy struktúráltan végig gondolhatjuk, ugye, teszt, házi, tehát projektjellegű feladat, illetve szóbeli. Nyilván én személy szerint megpróbálom inkább a házi dolgozatok, projektjellegű feladatok irányába tolni a számonkérés lehetőségét. De van olyan évfolyamom nekem is, olyan kurzusom, ahol több mint 70-en vannak, ahol eddig általában tesztet szoktunk végezni. Hát keresem az itt elhangzott applikációk közül, és valószínűleg a RedMenta lesz az, amelyik egyrészt olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogy egyrészt képes véletlenszerűen feltenni a kérdéseket, tehát minden hallgató más sorrendben kapja ugyanazokat a tesztkérdéseket, illetve időhöz is kötött, mint ahogy most láttuk az előbb több applikációnál is. Vannak ezzel problémák, én általában nem szerettem az ilyen nagyon feszes időzítésre kiszámított feladatokat, de egyedül csak tehát ilyen applikációt látok alkalmasnak arra, hogy közben ne tudjanak a hallgatók párhuzamos rendszeren keresztül egymással kommunikálni. A szóbeli, hát az nehéz kérdés. Ugye azt a helyzetet senki sem szeretné, hogy akkor a hallgatót szólongassa, hogy most kamerában néz-e, vagy nem kamerában néz. Úgyhogy ezt is itt végig kell gondolni. De én úgy látom, közben Levente is megérkezett. Meg sikerült. Jó, akkor vissza is adom a szót. Hát köszönöm. Nyilván, hogy a technika ördöge pillanatra is, de meg kell mutatni azt, hogy az, hogy mire képes. Jó, hát időközben azért köszönöm még egyszer tanfelügyelő úrnak, hogy itt volt. És hát, hogyha
különösebb azonnali reflexió nincsen, akkor én mindenkinek, a résztvevőknek, a kollégáknak, akik vállalták a feladatot nekük, akik megszervezték a kollégák, az informatikus kollégának, és mindenkinek köszönöm azt, hogy ezt a kihívást, hiszen számunkra ez is kihívás volt, hogy hogyan tudunk megszervezni egy ilyen fórumot. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé sikeresen sikerült ezt egy kis figuretimológikával élve véghez vinni, abszolválni, és akkor remélem, hogy még a közeljövőben, vagy a távol labbi perspektívában akár hasonló együtt gondolkodásra is lehetőség lesz mindenkinek. Én még egyszer köszönöm, és viszontlátásra. Köszönjük szépen, viszlát! Köszönjük, viszlát! Köszönjük szépen, viszlát! Viszlát, sziasztok! Viszlát!